A zentai megemlékezésen Per Power Martin, a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fórumának zentai elnöke elmondta, hogy az a szabadság, amelyet 172 évvel ezelőtt kiharcoltak, a mi örökségünk. Lényegében akkori elnyomás volt a magyaroknak, és ők ez ellen próbáltak harcolni. Tehát mindenféleképpen ugyanúgy, ahogy akkor próbálták, nekünk is ugyanúgy össze kell fognunk, és meg kell tartani ezt az itt megmaradt kisebbséget, hogy összekovácsolt erővel tudjuk tovább vívni a harcot. Ezt követően helyi pártok és civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az emléktáblát. A megemlékezés a Felsővárosi Temető Fekete Márvány obeliszkjénél folytatódott, ahol Rusz Radován Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja felolvasta Orbán Viktor levelét. Stantics Sebastian, a Vajdasági Magyar Szövetség Zenta községi szervezetének alelnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte, hogy a nemzeti ünnepek Jánusz arcúak. Múltat idéznek és jelent teremtenek. Múlthoz is, de a jelenhez is fűznek bennünket. Márciusi ifjak előtt óriási feladat állt. Nem fontolgattak hosszasan semmit, hanem nekivágtak és megcsinálták március 15-ét. Az ifjúság megmutatta erejét, bátran kiállt, példát mutatott egy egész nemzetnek. Lesz is még szükség az ifjúság elszántságára, tenni akarására a napjainkban is. A Délibáb Magyar Művelődési Egyesület alkalmi műsora után az emlékezők elhelyezték a kegyelet virágait az emlékműnél.